Nem sokat tétlenkedett Jakab Péter, alig néhány hete lépett ki a Jobbikból, már is megalapította a néppártyán mozgalmat. Az egykori pártelnök azt mondja, egyelőre a mozgalmi formában gondolkodnak, de ha elég tagja lesz a formációnak, párttá is alakulhatnak. Vendégünk Jakab Péter. Aki most független országgyűlési képviselő, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hivatalosan azt hiszem nem merül összekerülnie majd a parlamentnek, hogy az hivatalossá váljon. Én már független vagyok. De hát ön már függetlennek nyilvánította saját magát. Viszont, ha már kiindulunk abból, hogy itt van ez a mozgalom a néppártyán, amit iziben meg is alapított, ugye az választáson csak akkor tud elindulni, hogyha pártszerű formát vesz fel, tehát hosszú távon nyilván ez lenne a célja. De ahhoz, hogy valaki vagy egy szervezet párt alakuljon, szerintem meg kell dolgozni. Tehát az édeskevés, hogy jogi értelemben bejelentjük, hogy alakítunk egy pártot, ezt a bíróság be fogja jegyezni. Törpepártból van elég. Én azt gondolom, hogy akkor van értelme párt alakulni, hogyha a közösség mögött van kellő társadalmi támogatottság. Ezért is választottuk a mozgalmi jelleget. Egyrészt mozgalomhoz sokkal könnyebben csatlakoznak az emberek, másrészt pedig mozgalmi keretek között meg lehet dolgozni a társadalom támogatottságáért, és hogyha ezt megszervezzük, akkor természetesen, ahogy ön mondja, párttá kell alakulni, hiszen választáson csak párt alakulhat. Mi lesz a különbség a mozgalmár Jakab Péter és a Jobbik elnöke Jakab Péter között? Ugye a legtöbben mind a mai napig úgy ismerik, hogy miniszterelnök jelöltje volt a Jobbiknak, elnöke volt a Jobbiknak. Mi a különbség? Hát én maradok a néppártyán, én nem fogok változni. 2018-ban, amikor elmondtam a parlamenti szűzbeszédemet, akkor is elég nyersen és őszintén fogalmaztam, akkor, amikor hát azt mondtam a tekintetes uraknak, hogy ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem. Ezt a karaktert nem tudom levetkőzni. A nép azt várja, hogy őszintén, nyersen, keményen mondjuk az igazságot oda az urak és a hölgyek szemében. Ez változatlan marad. Nem én tértem le az útról, hanem a Jobbik tért át a hatalom útjára, én azt látom. Ezt kifejteni? Már azért is kérdezem, mert hát nagyon sokáig vezette ahhoz a pártot, hogy legyen befolyása arra, hogy merre megy ez a párt. Igen, aztán valahogy az ellenség betette a lábát. Tehát ilyen gyorsan szétverni egy ellenzéki pártot, én azt gondolom, hogy nem az ellenzéki politikusok önmagukban képesek, hanem a Fidesz segítségével képesek erre. Például az a pártelnök, amelyik idén-nyáron stratégiai csendet kért tőlem, egy gazdasági válság kellős közepén, akkor, amikor valóban a rezsicsökkentést elengedi a kormány, a fű nem nő az Alföldön valóban, mert nincsen víz a kutakban, nincs benzin a benzinkutakon, az élelmiszerárak az egekben, és akkor leültetett a Jobbik új elnöke, és azt mondta, hogy maradjak csendben. Én azt mondtam elnök úrnak, hogy biztos, hogy nem tudok csendben maradni, ellenben fel tudom ajánlani azt, hogy dolgozzunk együtt békében. A Jobbik új elnöke amellett tett hitet, hogy ő az értelmiségi réteget akarja legfőképpen a fővárosban és a nagyvárosban megszólítani. Én azt mondtam, hogy tegye ezt, sok sikert hozzá, engem engedjenek szabadon dolgozni, hogy viszont megszólíthassam azokat az embereket, akik ennek a rezsimnek a gazdasági kárval ottjai. Erre az volt a válasz, hogy nem engedhetik ezt meg, mert az én politikám nem illik bele a Jobbik politikájába. Tudomásul veszem, de akkor a mi útunk el kellett, hogy váljon. De a Jobbik politikája hol változott meg? Én nem látom, hogy ön képviselte a Jobbik politikáját nagyon sokáig. Az ön megnyilvánkozásai jelentették a Jobbik politikáját, ami a parlamentben zajlott. Az ön politikai működése jelentette a kampánypolitikáját a Jobbiknak. Azt mondták, hogy az én kommunikációm az nem elég konzervatív, nem elég jobboldali, nem elég polgári, ezért nem illik bele a Jobbik kommunikációjába. Amikor visszakérdeztem, hogy mi az, ami ebben nem jobboldali, nem konzervatív, vagy éppen nem nemzeti, erre soha nem kaptam érdemleges választ. Tehát, és pont ebből lett elegem, hogy mindig címkézgetjük a másikat. Ki akarták tolni a pártba? Most utólag úgy látja? Egyértelműen, így van. Tehát nem magától ment, hanem kilögdösték, és aztán egyedül kilépett az ajtón. Gyöngyösi Márton békét hirdetett, én is békét kínáltam neki, de szerinte a béke abban merül ki, hogyha Jakab Péter egy gazdasági krízis kellős közepén csendben marad. Az a közösség, amelyik egy gazdasági válság kellős közepén tőle, mint ellenzéki képviselőtől csendet kér, az nem lehet az én közösségem. A néppártyán mozgalom abban is újszerű, hogy nem akarjuk egymást címkézgetni. Tehát amikor én a melósokért kiállok, akkor valaki azt mondja, hogy hát Jakab igazából baloldali, mert a melósokról beszél. Más valaki meg azt mondja, hogy Jakab valójában keresztény, mert szolidáris a munkavállalókkal. Nem érdekel, hogy milyen címkét aggatnak rám, az érdekel, hogy a nap végén annak a melósnak valahogy jobb legyen az élete. A néppártyán mozgalom ennek megfelelően nem ideológiákkal foglalkozik, hanem az emberek mindennapi húsvér problémáival. Magyarán nem azt kérdezzük meg, hogy jobboldalinak tetszik lenni, vagy baloldalinak, hanem azt kérdezzük, hogy miben segíthetünk. És a magyar emberek elmondják, hogy miben kell segíteni. Na de hát hogy fogsz tudni segíteni? Jó, ez legyen egy következő kérdés, hogy kicsit előre szaladtam, de ezt úgyis meg akarom kérdezni, viszont azt is, hogy ugye ott hagyja azokat, akikkel korábban együtt dolgozott. Mennyien mennek? Jobbik tagságának én azt látom, hogy a túlnyomó többsége azok, akik még aktívak maradtak ebben a pártban, ők jönnek velem. Az inaktívak azok boldogan vállalják a stratégiai csendet is, de azok, akik tenni akarnak a környezetükért, hogy jobb legyen és élhetőbb, emberségesebb legyen ez az ország, ők jönnek velem. De nem csak... Mennyien vannak? Tehát hogy látja, hogy indulnak a jobbikosok? Egyelőre online módon 16 000-en csatlakoztak, ami azt is jelzi, hogy itt nem csak jobbikosok. Jó, de az csak egy kattintás, tudja, a fotelből egyszerű. Fotelből egyszerű, igen, és annak is örülni tudok, hogyha ennek a 16 000-es közösségnek a 10–20%-a aktív, akkor már bőven túlszárnyaljuk a Jobbik jelenlegi tagságát, de nem csak jobbikosok jönnek, hanem olyanok is csatlakoznak hozzá már most a 20-ai zászlóbontón, akik eddig soha egyetlen egy közösséghez sem csatlakoztak, és más pártból is érkeznek hozzánk olyanok, akik nem ideologizálnak, akarnak, nem filozofálgatni akarnak, hanem vélet tenni akarnak azért, hogy megoldjuk a magyar emberek válságát. Az ismert jobbikos politikusok közül jelezte valaki, hogy követi? Önkormányzati képviselők fognak jönni, az országgyűlési képviselők esetében is van a Jobbik szemszögéből gyenge láncszem, az én szemszögemből erős láncszem, de nyilván még sok mindenki kivár, hogy mi lesz a néppártya mozgalomból. Ha azt látják, hogy ez egy életképes közösség, akkor onnan is várható csatlakozás. Ez nem az igazi szövetséges, ő az, aki megvárja, hogy hol lehet kenyeret keresni a következő években. Vagy hol tud jobban kibontakozni. Én mindenkinek segítő jobbat kínálok, aki a néppártyának akar politizálni. Lesz más arca a néppártyának? Biztos, hogy lesz. Hát, ja, most már néppártjának neveztem rögtön a mozgalmat. Igen, de ugye fontos, hogy a magyar politika az akár tetszik, akár nem individualizálódott. Karaktereket keres, a karakterek mögé szeret felsorakozni. Én biztos, hogy egy karaktere leszek ennek a mozgalomnak, de mindenki számára nyitva áll az út, hogy ugyanúgy karaktere legyen ennek a közösségnek. Mindenkitől azt várjuk el, hogy foglalkozzon a magyar emberek problémáival. Amikor beszélgetek az utcán az emberekkel, mindenki azt mondja, hogy Péter, váltsátok le a Fideszt, és építsetek végre egy olyan Magyarországot, ahol minden ember azt kapja, amit megérdemel. Ha valaki megkárosítja a nemzetet, az kapjon végre büntetést. Ha valaki minőségi munkát végez, kapjon minőségi fizetést. Ha valaki tisztességgel dolgozta az életét ezért a hazáját, az kapjon tisztességes nyugdíjat. Miből? Korrupciót fel kell számolni, és ezzel párhuzamosan végre békét kell kötni az Európai Unióval. Egy Európa párti közösségként határozzuk meg magunkat. Orbán Viktor 12 éve háborúzik Brüsszellel. Valóban háborús infláció van Magyarországon, de nem az orosz-ukrán háborúból fakad ez a háborús infláció, hanem az Orbán-Brüsszel háborúból, ami 12 éve tart, vesztésre állunk. Ennek köszönhető, hogy uniós pénz nincs. Orbán Viktor következésképp elveszi a magyar emberek pénzét akkor, amikor hagyja emelkedni a rezsit, az élelmiszerárat, el fogja engedni a benzinhen lévő ársapkát, és nyilván az áfán keresztül óriási bevételre fog szert tenni. Ennek kell véget vetni összefogással. Nem fog máshogy menni. Az összefogásra is érdemes visszatérni, mert ezt gondolom akkor azt jelzi, hogy az ellenzéki pártokkal is össze akar fogni ismételten, mint ő korábban tette, de ahhoz, hogy egy mozgalom épüljön, meg aztán egy párttá alakuljon, ahhoz pénz kell. Honnan lesz forrása erre? 2015 a Jobbikban sem volt pénz, ember volt benne meg hit. Nagyjából ott tartunk, hogy nálunk sincs pénz. Mikroadományokból természetesen majd várunk bevételt, de nem hiszem, hogy ez lesz a számottevő. Hit és emberből viszont, hitből és emberből viszont nem lesz hiány a mi oldalunkon. Ez lesz a mi motorunk, ez lesz a mi benzinünk a motorban, amely majd hajt bennünket előre. Ez az ország tényleg a végóráit éri, tehát hogyha a fotelben maradunk, akkor ott fogunk éhen halni. Vagy ahogy egy Békés megyei gazda mondta, ha minden így folytatódik, ahogy most, akkor jövőre az ország egyik fele megfogy, a másik fele éhen halni. Jobbik legyőzi. Megelőzése, ha úgy tetszik, a Jobbikkal szembeni erősebb alternatíva felmutatása, az mozgatja? Az fontos? Engem az mozgat, hogy ezt a kormányt végre le tudjuk váltani, és azt látom, hogy április 3-a óta az ellenzék önmagába roskadva számogatja a csatamezőn hagyott halottakat, és nem az emberekkel foglalkozik. Mindenki egyfajta önmeghatározásba menekül. Ki vagyok én, ki az igazi baloldali, ki az igazi jobboldali, ki az igazi konzervatív, liberális és zöld párt. A magyar embereket csöppet sem érdekli az, hogy ki minek vallja magát. A magyar embert az érdekli, hogy az ő problémájára ki milyen megoldási javaslatokkal szolgál, és hitelesen teszi ezt, hiszen ígérni már mindenki megígért mindent. A magyar választóknak kérdés az, hogy kinek hisznek még az emberek. Az, aki a néppártyánál, aki a nép között mozog, én most épp lakásfórumokat tartok, és így próbálok közösséget építeni, nem utcafórumokkal, hanem úgymond házhoz megyek, hogyha hívnak, hogy beszélgessünk egy kávé, egy fröccs, egy tál leves mellett a közéletről. Meg kell szólítani az embereket. Nem elég a kampányban kiállni egy standasztal mellé, hanem el kell... Azért nem válaszoltam. a Jobbikkal szembeni önmeghatározás, az fontos? Nem foglalkozok már a Jobbikkal. Az a közösség, amelyik átáll a hatalom oldalára, az már nem az én közösségem. Szerintem az ellenzéknek sincs sok dolga már a Jobbikkal. Önmagával van dolga. Jobbikot a fideszes pártnak látja? Amolyan szatellit pártnak? Ebbe az irányba mozdultak el. Tehát, hogyha valaki a saját elnökét a Fidesszel közösen távolítja el az elnöki székből, velem ez történt. Majd ezt követően... Fidesszel közösen? Hát ugye az Jobbik elnökség üléséről szivárogtak ki, lényegében mindenki szivárgott a fideszes médiához. Ez engem zavart, rajtam kívül más elnökségi tagot nem. Így értem, igen, így értem. Vagy ezt követően jön egy új elnök, aki olyan üzenetet ad át nekem, amit Rogán Antal is átadhatott volna, hogy Péter marad csendbe. Vagy ezt követően egy nyílt levélben az én szavazóimat, vagy támogatóimat, akiket én képviselek, hőbörgő hordának titulálja. Ez a fideszes szokás. A Fidesz szoktam címkézni a vele egyet nem értő választókat, szokta őket moslékozni, és a többi. Ez egy ellenzéki párttól finoman szóval is vissza. Jó, Jobbikot akkor most rakjuk ki ebből a képletből. Mi van a többi ellenzéki párttal? Voltak surlódások a többiekkel is itt a közös kampány idején, amikor még ön vezette a Jobbikot. Most hogy áll hozzájuk? Nekünk mindenkivel össze kell fogni, aki mögött valós társadalmi támogatottság van. A választónak a feladata eldönteni, hogy kinek szavaz bizalmat. Akinek a választó bizalmat szavaz, azzal nekünk össze kell fogni, de ezt nem nekem kell meghatározni, hanem a választópolgárnak. Nyilván az ellenzéki összefogás választási konstrukciójánál azért voltak olyan pártok talán, akik nem annyira a jelen politikai teljesítményéből fakadóan ültek az összeellenzéki tárgyalóasztalnál, hanem a múltból. Hanem például melyik az? Isten ments, hogy ilyet... Hát de most mondott valamit, csak azért hadd értsük ugyanazt. Azért sem, mert mindenkinek itt a lehetőség, hogy bizonyítson. Csak ne a múltból akarjunk megélni, hanem abból próbáljunk politikai tőkét kovácsolni, hogy most teszünk valamit a választópolgárokért, és a választópolgár azt honorálni fogja. Gyurcsány vagy Márki-Zay? Aki mögött társadalmi támogatottság van, azzal nekem össze kell fogni, egyiket se kell szeretni. Nem ez a dolgom. De hogyha valaki abba az illúzióban ringatja magát, hogy ez majd egyedül menni fog, az tévúton jár. Ezt a kormány csak ellenzéki összefogással tudjuk legyőzni, és úgy, hogy a korábbi hibákat kijavítjuk. Együttműködni pedig mindenki áll, együtt kell, akire a választó azt mondja. Mozgalomként mikvel fogunk találkozni, ha várunk valamiféle életjelet? Közösségépítéssel, ez egy sziszifuszi munka, nem túlságosan látványos, hiszen ahhoz, ahogy mondtam, nem csak nekem, hanem a mozgalmárainak is helyben, akár a falvak szintjén is közösségeket kell építeni, de ha a helyzet úgy hozza, már pedig előfordult, hogy azt fogja kívánni, akkor utcai tüntetéseken is meg kell mutatni magunkat, hogy igenis tettekben is ott állunk a magyar nép mellett. Jakab Péter, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.